Csánétek! Polákmentes szerveket kívánok! Hoztam egy csatát az IMX CDA 105-tel, a francia Prém TD-vel. A pálya Siegfried Lion, három homokos van a csatába. Top 10-es TD-k vagyunk, csak én ezt az oldalt annyira nem szeretem, de meg fogjuk tudni oldani ezt a balhét. Na, mivel szerintem már régen hoztam csatát a 105-tel, mindjárt meg is sugom, hogy mi van. APC-re a standard lőszerünk 260-as Spen 390-es alfa, a goldunk az hit, ami eléggé szarnak tartok. 310-es Spen 390-es alfa. És egy kicsit itt mélázok, de közben mindjárt a csariót ír bele is számolt egyet. Mindjárt kapott egy 341-et. Értem én, hogy a vörös kis patkány vagy meg szakaszban vagy az isú valaki mindjárt ki is bulintott a szerencsétlen Csóri Szuszáz Y-unkat, hát neki még mindig nem jött jól ez, tehát azért 18-kával meg kell tudni játszani, nem mint a mondjuk a Baja, meg a mi a faszom ki, Amilio, nyilvánvalóan ez két magyar balfasz, meg tudnának játszani, nem tudnak ők se, nem mint én, igen, de kicsivel jobb. Na mindegy, tehát ez a jóképű szisztem van mostanában a Wargamingnél, hogy a kreténeket mindig ide dobálgatja. Vagy oda. Na mindegy. Ez Wargaming 2021. februárjában, mert ismét azzal szembesünk, hogy az ember top tibon akkor alig bír nyerni, vagy hülyére verik az ember. Na! T78 nem játszik, Superelket nem játszik, Chariotir nem játszik, mert gyorsan visszatolja a kis segét a balfaszkan. És várom, hogy mikor fog beröffenni az ember elé. Igazából az ISO 120 vagy az ISO 152-re vártam volna, meg arra, hogy egy pozíció váljon a T78-as. Megvan az ISO is, nem tudok, nem látok rá. Szóval a T78-as, arra mindjárt rá is bólintottam egy 385-öt. Menekül. ISO meg kitört a hiperűrből. Nem értettem, nem mindegy. Nem értetek én sem mindent. Nem is akarok, nem is fogok. Igen, egy pixelnyit látok rá a kis tagra. Most nem látok már rá, és ahogy ezen szuperreket gyorsan is kapta a Paja 04-et. Nagy tehetség, azért ennyire nem kell top tier-be lenni egy ISU 152-vel sem, hogy csak úgy bejövünk kommandózni. Igen, tudom, nagyot lő az ISU, nincs azzal semmi probléma. Azzal a nagyobb probléma, hogy kurva sokáig tölt. Na, próbálok kinézni az egyenesbe, majd meg is lesz a T78-as, hogy visszavonul oda, de nem lesz hozzá semmi közön. Tini is egyen szerettem volna még szemezni. Tini nyilvánvalóan nem látok rá, mert leesett, hogy van valami kis szar előttem. 4-3, hát akkor toljuk előre egy icipicit, hogy tudjak valamit lövöldözni. Mindig a Tini is egyre vágytam volna, majd megkapom, de az nem most lesz. Igen, ki vagyok spotolva, gyanítottam, hogy a T78-as ott van. Így is van, sajátos módon lemaradok róla. Eléggé szarkamúja lehet a ficsúrnak, mert nem ismeri ezt a műveletet, hogy két bokor közül kell, vagy két bokor mögül kell lőni, és akkor nincs baj. Megvan a GV Puncher, nem baj, majd vele is eljátszok. Kapapofájára, megvan Oi is. Megvan Tigris egy lövésre haláltól, gyorsan ki is kaptam. A Oi-nak viszont marha jó a kamója, mert pikpak le fog esni róla a kamó, vagy a spot. Értem én, hogy eltűnik meg, hogy kicsit messze is van. De szerencsére eléggé nagy darab ez az Oi, és nem nagyon tud eltűnni, vagy eltűnik, csak én attól függetlenül tudom, hogy hova lövök. Meg szerencsére nem is volt mellé a gán. Úgyhogy egyet kapott vakon a fiú, és eléggé lassúak vagyunk DPM-ben sajnos módon. Szuperelket ki is csinálja, mire én betöltenék egy lövésből. Én nem akkor a GV volt, bocs. Akkor elmegyek szépen a másik köcsök rikkerre a GV-ért. Szerencsére a szuperelket nem tölt át repeszre, és így el tudom pattintani előre a klikkert. Repesszel többre ment volna a fiú, de hát nem baj. Kettő kilónél vagyok, láthatóban van 1695 damage. Hát addig semmi a nagy kaland, tudom, de attól függetlenül egy nagy kalibert elviszek magammal. Meg azt hiszem egy pászkucsi medált, hogy valami szarságot, hogy a klikkereket kibombázom a csatából, ami, valljuk be, rendkívül nagy élmény számomra. Hello kiskecsök! 3-15-ről elbólintottam azt a szarcsimbókot, akkor gyere édes egy barátom. Szerencsére a szuperket lőnek egy trekket, de én nem tudok mellé lőni. Nagyon jó, köszönjük szépen Pászkucsi Medel. És a bugyit megvédi majd Wargaming, mert megvédi, 260-os pennel lövök neki majd egy trekket. Szerintem egy 6-os medet úgy kéne ezzel a pennel átlőni, hogy akarok, de hát ezt tudjuk, hogy ez nem így működik Wargamingnél, hogy ellőjük. Gondoltam, hát nem célozok annyira. Minek célozzak annyira? Itt is úgyis ellövöm. Hát, piszkosul nem lövöm el. Értem én, hogy olyan vastag az a szal, hogy nem lehet ellőni. Na de mindegy. Hát ez azért katasztrofális volt, elhiszem, hogy meg kell védni a kis autistákat.
Csak azt nem értem, hogy amikor én vagyok alja tiltva, akkor engem miért nem véd meg. Wargaming, ezt tudjuk, hogy csak a polákoknak van fenntartva ez a instant védelem, hogy ilyen 260-as penekkel lepattanunk, vagy nem tudjuk egyszerűen átlőni, mert a track vagy valami, nem is tudom, hogy mi a faszom lehet azon a szar hatos medel olyan vastag, hogy egyáltalán egy ekkora pent felfogjon, mert azért vajukban azért a 260-as pen azért úgy 8-as szinten is úgy meglehetősen király. Jó, nyilvánvaló, nem élünk utána egy ISU 152K-t, amikor 268-as penje van, meg ilyen szírszarok, de attól függetlenül azért ezek elég érdekesek Wargamingnél, mert sajnos módon az, amikor nem ért a saját játéka, az egy játékkészítő. Egyszerűen, hogy nem lehet minden rétegnek megfelelni, de azért bazd meg Wargaming. De ez egy masszák véleményem, de szerintem ezt tudhatjátok is. Na, nézzük, akkor összegezzünk egy jó képűt. 5 kill, 2572 látható damázs van, 435 assist, meg patintottam egy darabot, meg kiszpotoltam 4-et, ami valljuk be nem egy olyan nagy biznisz, úgyhogy top tier-es TD vagyok, aminek marha jó kamója van, meg marha jó látótávolsága is van szintjén belül, de attól függetlenül szerintem ez egy nézhető kis csata volt. Tudom, top tierből nem nehéz nagyot alakítani, de valljuk be, azért mostanában ez nem jön össze, amikor 9 csatából 2-3-at bír megnyerni az ember, mert Wargaming olyan faszkalap, hogy az valami bődület, és hogy elnézem, patchről patchre szarabb lesz. Ez az én kis maszek véleményem. Csánépek!